Sziasztok! Csillag Edina vagyok, a Ferenci Múzeumi Centrum egyik múzeumpedagógusa. A mai videómban azt mutatom meg nektek, hogyan készítsetek otthon 3D-s fotótartót. Ilyen fotótartót fogunk készíteni, amelyre két fotót is lehet ragasztani. Az egyiket jobbról, a másikat pedig balról tudjátok nézni. Kmeti János egyik kedvenc festészeti műfaja az önarckép volt. Az önarcképet ma úgy is mondhatjuk, hogy selfie. Kmeti olajfestékkel és akvarelfestékkel dolgozott, mi a selfie-ket telefonnal készítjük. Kmeti Jánost a kubizmus egyik hazai megismertetőjének tartjuk. Azért választottam pont ezt a fényképtartót Kmeti János kiállításához, mert a művész saját arcát geometrikus formákra írta át, és pont ilyen geometrikus formákra, téglalapokra osztja ez a fényképtartó is a ráragasztott fotókat, önarcképeket. Rendezgettem otthon a fotóimat, és arra gondoltam, hogy vannak olyan fotók, amelyeket nagyon szívesen berakunk egy albumba, és vannak olyan fotók is, amelyeket szeretnénk minden nap nézegetni, amelyeket szeretnénk kirakni egy komódra, vagy kirakni a szekrényünk tetejére. A fotótartó elkészítéséhez az alábbi eszközökre lesz szükségünk: egy nem túl vastag kartonra, egy vonalzóra, snitzerre, tollra, ragasztóra és ollóra. Ehhez a fotótartóhoz érdemes egyszerű fénymásoló papírra kinyomtatott vagy fénymásolt fotókat használni, tehát ne fotópapírra nyomtatott fotókat használjunk, mert ez egy kicsit vastag és nehezebben fog ráragadni a kartonunkra. Ezek a fotók, ahogy látjátok ti is, méretükben azonosak, egyforma méretűek, viszont színvilágukban nagyon eltérőek. Akkora méretűre kell vágnom a kartonpapírt, mint az egymás mellé helyezett fotók. A kartonlap alá tegyetek vagy egy vágódeszkát, vagy egy olyan felületen vágjátok, amely nem baj, hogyha megsérül. A fotó hátoldalán 2 cm-enként egy-egy vonást húzok, mert 2 cm-es csíkokra fogom felvágni a fotóimat. Egyforma csíkokra felvágtam a fotókat. Ahhoz, hogy a kartonunkat harmonikaszerűen össze tudjuk hajtani, arra van szükségünk, hogy mindkét oldalán snitzerrel 2-2 cm-enként egy vágást ejtsünk rajta. Ezért 4 cm-enként jelölöm be a karton egyik oldalát. 4 cm-enként meghúztam a vonalakat. A karton másik oldalán viszont az első vonalat 2 cm-nél jelölöm meg, és utána 4 cm-enként jelölöm a kartont. Tehát a karton két szélén lesz 2 cm-es csíkunk, a többi felosztás pedig 4 cm-enként követi egymást. A meghúzott vonalak mentén snitzerrel bevágom a papírt, de nem vágom teljesen el, csak egy kicsit megjelölöm, hogy könnyebben tudjuk behajlítani. Hogyha bevágtuk mind a két oldalát a snitzerrel a papírnak, akkor harmonikaszerűen össze tudjuk hajtogatni a vágások mentén a kartonunkat. Most következik a ragasztás. Mindegyik csíkba ragasztunk a kiválasztott két fotóból egy-egy csíkot. Először a baloldali fotó egyik csíkját ragasztom, és a szemközti oldalra pedig a másik fotó első csíkját, első darabját ragasztom. Majd ismét a baloldali fotó,
Második csíkja következik. Vele szembe pedig a jobb oldali fotó második csíkját ragasztom. Igyekezzünk minden csíkot pontosan a kijelölt helyre beilleszteni, és ne sajnáljuk a ragasztót. Ezzel el is készült a fotótartónknak az egyik oldala. A másik oldalára is ragaszthatunk fotót,